Ugye minket leginkább azért támadnak a liberális világban, mert hogy nem vagyunk hajlandók hozzájárulni Ukrajna felfegyverkezéséhez, vagy fegyver utánpótlásához fegyverszállításokkal. Na most, ha Donald Trump felfegyverezte Ukrajnát, akkor miért szól az elmúlt két év itt Európában csak arról, hogy ki mennyi fegyvert szállít az ukránoknak? Tehát ez nyilvánvalóan nonsens. Mint hogy az is tényleg frusztráló, hogy egy teljesen elhibázott európai stratégia következményeivel állunk szemben, mert ma már minden külügyminiszteri tanácsülés az Európai Unióban, pedig minden hónapban van belőle egy, úgy kezdődik, hogy így önsanyargatjuk magunkat, és elmondjuk, hogy milyen keveset segítünk, mennyivel többet kellene segíteni, és hogy az amerikaiak már megint többet segítettek, és mi még mindig nem tudunk annyit segíteni, ahelyett, hogy végre egyszer, már hogy fegyverekkel, ahelyett, hogy végre egyszer arról beszélnénk, hogy mennyit teszünk a békért, mennyivel többet teszünk a békért, mint mások, hogy győzünk meg másokat is, hogy a békért legyen. Szóval van itt egy elfuserált stratégia, aminek a kiinduló pontja az volt, hogy ha adunk elég pénzt Ukrajnának, ha adunk sok fegyvert Ukrajnának, ha adunk nekik információkat, akkor majd ők harcolnak, és majd legyőzik az oroszokat. Na most ez bebizonyosodott, hogy ez egyből nulla, tehát itt ez nem sikerül, mert az oroszokat nem fogják legyőzni az ukránok. Hozzáteszem, az oroszok se tudnak nyerni egy ilyen nyugati koalíció által támogatott helyzetben. Ebből mi fakad, hogy ennek a háborúnak tárgyalásokkal lesz vége. Mert se az egyik oldal nem fog nyerni, se a másik, akármeddig húzza. És ha már tudjuk, hogy tárgyalásokkal kell, hogy vége legyen, akkor föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi indokolja azt, hogy ezek a tárgyalások nem ma kezdődjenek el. Mert ugye minél előbb lesz fegyverszünet, és minél előbb kezdődnek a tárgyalások, annál kevesebb ember fog meghalni. A lakossági fórumon szó esett Tiszafüred város fejlődéséről is. Hivatalos látogatásom már, ha jól számolom, harmadjára vagy nálunk, és ugye először 2019-ben volt szerencsénk ahhoz, hogy meghívjunk téged és vendégül lássunk, és akkor 2019. szeptember 18-án tettük le az új belváros alapkövét. Most ugyan kicsit rom tempóban, de lehetőséged volt látni azt, hogy 5 év után mi változott. Tudnál esetleg erről mondani? Milyen gondolat? Hát minden, mert semmi nem így nézett ki, mint most. Vásárcsarnoknak kampó, ha jól értem, ott ezt a romos területnek vége. Úgyhogy hát büszkék lehettek rá, én azt gondolom. Főleg azután, hogy a kiváló értéket ítélettel bíró néhány képviselőtársam lesújtó véleményt mondott a megvázásról. Onnantól kezdve tudjuk, hogy jól sikerült. Még ha nem is látjuk, akkor is. Szóval tényleg én azt hiszem, hogy ha valaki képes kulturáltani és reálisan rátekinteni városfejlesztésre, akkor Tiszafüred tényleg lehet egy példa az egész ország számára. Az a fejlődés, ami itt végbe ment, az a szóval minden vitam felül áll. Úgyhogy egy jó hír a folytatásra. A fórumon többek között szó esett még a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolatáról, valamint a közelgő európai parlamenti választásokról és az önkormányzati választásokról is.